Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futball Cartoon, és a mai videóban kicsit retrózunk, mivel hogy VB kártyák, így a VB ideje alatt, viszont, hogy legyen egy kis változatosság, ez a braziliai 2014-es VB-nek a bontatlan Adrien Ixel Panini csomagjai. Tehát azért ez is egy jó széria volt, úgy gondoltam folytassuk a retro szériát, mivel rengeteg ilyen retro videó van a csatornán, azokat itt jobb felső sarokban egy lejátszási listában megtekinthetitek. Úgyhogy nézzük is, mindegyik ilyen változatos figuraképek vannak, tehát Chicharito, Drogba, itt akkor Falco, Robin van Persie, Nani, na ez mondjuk egy elég brutál kép, mert hogy még Messi tök fiatal, mármint hogy így az arcára azért rá lehet mondani, hogy fiatalabb, mint most, Pirlo, Lám, tehát egyikük sincs ott, Iniesta, úgyhogy vannak itt jók, az a lényeg, mindegyiket ki fogjuk bontani, ez összesen azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 csomag, úgyhogy lesz mit bontogatni, nézzük, miket lehet nyitni, azt mondja, hogy na, 210 base kártya van, aztán Star Player, Utility Powers, One to Watch, Fans Favorite természetesen, Experts, na az már komolyabb, Defensive Rock, Goal Stopper, Team Logo, Game Changer, Top Master és Double Trouble. Tehát Top Master, Double Trouble és Expertet jó lenne nyitni. Én egy darabos Invincible még nem volt, azért az egy komoly kártya mostanában, hogy minden szériában benne van, de ez is elég jó, egy ilyen Topmaster szívesen nyitnék. Úgyhogy szerintem nyissuk is ki. Menjünk is rá, nézzük meg hány darab kártyán. Természetesen még régen, persze itt is volt alkalmazás. Na nézzük, ó, mind a kettő meg van fordítva. Ez egy Fans Favorite Lavezzi volt. Egy Stoker, ez lesz a kettő. Afful, Gánai, ez a harmadik. És hat kártya van benne. Koreai, Jácseol, aztán egy német, Mario Gomez, és Alderweireld a belga csapatból. Szuper, nagyon jó, tehát ugye mindig azért az elején van pár különleges, jó lenne egy csomagból kettő különleges nyitni, ha már van olyan. Meglátjuk. A kártyák már itt is rendben voltak, amúgy azért 4 év nem olyan sok, de mégis nevezhetjük retrónak, mivel az előző világbajnokságon volt ez. Ide tesszük, és akkor megyünk tovább a következő pakkal. A dizájnja szerintem teljesen jó, nekem nagyon tetszik, nincs vele baj. És akkor az angoloknak ez a fura listen szeletlen meze, One to Watch kártya, majd utána egy Game Changer, Chicharito, fú de jól néz ki, azt figyeljétek mennyire jó. Ez az elfektetett dizájn, hogy így megtöri a normális kártyáknak a sorrendjét, ez számomra ez nagyon jó, lenyűgöz, hogy ilyen eszükbe jutott még, hogy csinálják ilyen különleges kártyát. Rui Patricio, Xavi, ugye már, ő is már elég öreg, aztán Frank Lampard, azért itt vannak olyan játékosok, és Torosidis szerintem beragadta Rui Patricio mögé, tehát vannak olyan kártyák ugye itt, amire azt lehet mondani, hogy ez volt az utolsó VB-jük a srácoknak. Na nézzük többit. Hát az olaszoknak meg végképp ugye már egy kise jutottak szegények. Buffon ugye, meg a többiek. Neymar, Star Player, majd utána Giovanni, Loris, Kakatani, oké. Majd utána David Luiz, és egy Walter Ayoví kártya. Jók ezek is, de olyan különleges csillogós sajnos nem volt, mert ez a Star Player is szuper, csak hogy úgy, hogy nem csillog, mint mondjuk egy ilyen Fans Favorite vagy Game Changer, de is kerül. Megyünk szépen tovább. És akkor nézzük a következő lapot, ami valami különleges méghozzá. Egy Goal Stopper Thibaut Courtois belga kártya, nagyon szuper, jól néz ki, erre vártam, azt mondhatjuk. Egy ilyen csillogósra, Muslera, még egy kapus, utána a fele ráragadt, azt figyeljétek, úgyhogy szét kell szedni.
Ahogy megrongálja mit? Zokora, Didier Zokora. Megint ráragadt. A lényeg, hogy hat legyen, ugye? Viktor. Fajzulin. Zokora, ugye? És akkor ez a Guarin. Megvan a hat lap. Oké. Erre kell ugye figyelni, és akkor minden rendben van. Járunk már fél időnél? Nem. Ez lesz az ötödik csomag. Na, azt mondja, egy star player megint, John Obi Mikel Game Changer Hulk, Brazíliából. Nagyon jó. Iszonyat jó. Nagyon tetszik ezek a Game Changer-ök. Ebből még szeretnék nyitni. Aztán Arjen Robben, majd utána Espinoza, Álvaro Negredo, illetve Michael Carrick. Úgyhogy megy előre ez a Game Changer kártya, ami iszonyatosan jó. Berakjuk a csicserító mellé. Kettő Game Changer-t nyitottunk eddig, teljesen büszke vagyok erre a nyitásra, örülök neki. Úgyhogy megyünk is szépen tovább, nézzük a kártyákat, mik vannak még itt. Még egy csillagos, hát ez egy fans favorite, Snyder, nem rossz azért. Bergem, Dauda, majd utána egy Tider, Algériából. Zuniga, illetve egy Leighton Baines. Megvan a hat kártya, elején Robben-e Snyderrel. Hülyeségeket beszélek már itt. Holland sárgaság ellette az agyamat, és már mindenkit Robben-nek látok. Aztán menjünk szépen tovább. Megfordítjuk a különlegest. Egy expert kártya, de király! Ugye mondtam a videó elején, hogy szerettem volna egy expertet nyitni, tök jó a dizájn, ez a belemart, érezni lehet, hogy így bele van marva egy picit. Nagyon jó. Diego Forlán, Uruguay. Majd Nana Strootman. Pletnikóza. Fordítunk. Rodriguez. Ospina. És egy Gutierrez. Tehát szuper. Volt megint egy rendes csillogós, nem csak ilyen star player féle megkent neonos. Nekem ezek, ez a egy design, ez nem jön be. Én ezeket nem tudom különleges kártyának tekinteni, mert annyira nem vág el a többitől, de ezek teljesen rendben vannak, hát nagyon szuper. Most nézzük innen. Megfordítjuk. Kerik, már voltál. Utána Negredo, ez mi? Most én duplapak, ezek mind voltak már, úgyhogy ez nem tetszik egyelőre. Aztán Kompanin, nagyon még nem volt. Fordítunk. Pedro. Utána Rodriguez, Francisco. De jó. És egy Daniele de Rossi. Utility player. Megint ilyen neonos résszel. Nem az igazi. De nem baj azért. Amúgy jó. Albumom sajnos nincs hozzá, úgyhogy hiába van sok kártyám, nem tudom berendezni. Nem találtam meg egyenlőre albumot, se bontatlan, se olyat, ami használt lenne, viszont kevés kártya van, mert azt meg nem akarom megcsinálni, hogy veszek egyet 10 000-ért, ami tele van kártyákkal, és akkor én mit csinálok a sajátjaimmal, tehát én akarom a sajátokat telerakni, mert csomó kártyám van, csak albumom nincs hozzá. Na mindegy. Azt mondja, hogy Defensive Rock, Company. Jól néz ki, már boldogok vagyunk. Kombarov, majd egy Kawashima, igen. De Kombarovon én úgy érzem, hogy ráragadt van. Így van, jól éreztem. Karim Benzema, majd utána Mats Hummels, Romelu Lukaku, úristen, milyen haja volt Lukakunak, nagyon durva. Úgyhogy ez is jó pakolt. Menjünk tovább. Utolsó csomag. Voltak jó nyitások, úgyhogy már panaszkodni nem nagyon tudok. Megnézzük még mi az utolsó pakba. Egy amerikai González, Pedro, Conivo, Frederico Fernández, majd utána egy Makun, Marcelo, és hol a különleges? Hol a különleges? Kérem szépen. Jó, oké, nem panaszkodok, de hol a különleges? Ez nagy csalódás így egy... Nem tudom. Tehát ennél azért többet vártam, hogy egy pakba egyáltalán nincsen különleges. Nem tudom, ti láttatok-e már ilyet, bármilyen focis kártyás csomagba, akár lehet az új VB-sről is szó.
hogy nincsen különleges a pakba, úgyhogy ez kicsi csalódás volt, de amúgy a nyitások szerintem jók voltak, remélem tetszett nektek ez a kis retro videó, illetve jó VB nézést, és ha szeretnétek még ilyen focis kártyás videókat, iratkozzatok fel, mert rengeteg jön még, mindenféle info a leírásban. Sziasztok!